Sziasztok, Kinga vagyok, és üdv újra itt a csatornám. Remélem, hogy tetszeni fog a következő három kötet legalább valamelyiken nektek, és találtok megint olyat, ami nektek esetleg tetszett. Három kötetről fogok mindössze beszélni nektek, ezeket én is most kaptam, úgyhogy egyelőre csak bemutatom őket. Nem lesz egy hosszú videó kivételesen tőlem. Az első egy Morningstar Publishing kiadó által kiadott kötet, méghozzá Kolarics Andrea Póriás játszmány című története, és igazából a főszöveg nagyon kevés dolgot árul el magáról a könyv tartalmáról. Két fiatal egy azon napon fog eltűnni nyomok nélkül, és két teljesen különböző családból tűnnek el, és egy olyan korban, ahol egy tisztes család van nem lehetett helye semmilyen botránynak vagy engedetlenségnek, úgyhogy ennek ellenére tűnik el egyszerre ugyanazon a napon a két fiatal, és azt írja, hogy az egyik hazuk pompát, a másik a fájdalmas valóságot hagyja maga mögött, és tíz évvel később újra találkoznak, és szembe kell nézniük önmagukkal, hogy mit keresnek ilyen távol az otthonuktól. És annyit ír még itt utána, hogy magára ismerhet az, akinek már volt egy nácisztikus ö, rokona, illetve van itt árulás, cselszövés, fanyar humor, értelmetlennek tűnő románc, úgyhogy nagyon kíváncsian várom a történetet. A Facebookon láttam az írónőnek egy hát nem is előadás, de tulajdonképpen énekelt egy dalt, és gyönyörű szép hangja van, ez biztos. Remélem, majd vele is fogunk tudni interjút készíteni a szokásos formában, mert nagyon kíváncsian várom ezt a történetet. Ha jól tudom, a szerző sem Magyarországon él, Meglátjuk, nagyon kíváncsi vagyok rá, ilyen narcisztikus személyiségről nem nagyon olvastam, illetve hát Vajon mi, milyen történet lehet ez? A molyon próbáltam egy kicsit kutakodni rájönni, hogy mégis milyen storyról van szó. Itt a lélektani címke az megszűnt a molyon, úgyhogy lélektani fikció. Hát 19.-20. század, azt hiszem, még ez volt rajta, bár nem esküdnék meg rá. Úgyhogy nagyon kíváncsian várom ezt a történetet. A következő Bultig Dorinának egy kötet, ez 2023-ban jelent még meg, de még most érkezett meg hozzám, az elsüllyedt hajó rejtélye. Hát, ahogy Bultig Dorinától megszoktuk, megint az egyiptomi istenekkel kapcsolatban lesz itt egy történet. A Gracie Simpson sorozatának ez a negyedik kötete, és a harmadik után már volt egy interjú vele, úgyhogy Bátorítok mindenkit, hogy nézze meg, hát, hogyha tetszeni fog nektek, az a kötet is szóba kerül, illetve az, hogy körülbelül mi indította el ezen a pályán, miért érdekli Egyiptom, az egyiptomi istenségek, a régészetről is esik szó, akárcsak magában ebben a kötetben, és ő nem a, a leghíresebb isteneket szokta górcső alá vetni, és most sem úgy van, mert, és ezért lesni is fogok, harmadik szenuszert fáraó piramis komplexumának ásatására. Nál jár a kollégájával, de aztán valamilyen eltűnt hajó kerül sorra, Hírodotosz szóba kerül, Naunet kutatóhajó, Piri Reis térkép, úgyhogy Jacob a kalóz, hát nagyon-nagyon izgalmas dolgok vannak itt a főszövegben. Három ilyen kiemelt részben, hogy egy kutatóhajó, egy kalózbanda, egy térkép. Az elsüllyedt hajó rejtélye. Hát én nagyon kíváncsian várom ezt a történetet. Én, akiket szoktam figyelni, meg ránéztem a molyon, hogy körülbelül miket írnak róla, és állítólag ez eddig a legjobb kötete, úgyhogy nagyon kíváncsiak rá. Hát nem egy rövid olvasmány a maga, több mint 400 oldalával, de hát én szeretem, tudjátok, a hosszú történeteket is, meg ha izgalmas, hát akkor miért ne? Úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsian várom ezt a történetet is, meglátjuk, hogy mennyire fog tetszeni. Hát, Isten igazából ez a borító megint gyögyörű, gondolom megint Sziszler Ádámnak köszönhető, de erre ránézek. Fedélterv a Ádám, úgy látom, most már ezt kell írni. De Hát egyszerűen fantasztikus. Úgyhogy ilyenkor mindig jobban megnézem a borítót, mert Sisler Ádám nagyon úgy csinálja a borítóit, hogy mindig még valami kis pluszt bele uh, súva, azt, amit Isten igazából nem értek, addig még el nem olvasom, vagy nem veszek észre, amíg el nem olvasom a történetet. Úgyhogy ilyen szempontból én, én ezért szeretem az ő borítóit, hogy mindig van még valami, amit nem gondolnék, és mindig most, most már, hogyha uh, olyat olvasok, amit ő. Uh, Tervezi a borítóját, így megpróbál még jobban <laughs> megnézni a borítókat, hogy hátra lelőj nekem a point, vagy hát rájövök, hogy mi az, ami lelőhetné a point, mert még eddig nem sikerült. Így, így tudtam, hogy nagyjából miről lesz szó, meg hát az ember úgy sejt dolgokat, de uh, mikor azért rájön, akkor mindig uh, tényleg. Úgyhogy az az igazság, hogy úgy nagyjából ennyi. És a Talentum House kiadótól kaptam még egy kötetet, felkerestek, hogy elolvasnám-e, és hát én balga igent mondtam, és megmondom őszintén, hogy a nyáron el fogom olvasni a történetet, ezt az ígéretet tettem, de nagyon-nagyon nem is a könyvtől félek, hanem attól, hogy milyen érzéseket fog ez okozni. Nem másról van itt szó, mint Farkas Éva Hanna Heg című művéről, egy anyavalomással a legnagyobb veszteség utáni felépülésről. Már a borító is beszédes lehet, vagy lehetne, de elolvasva a fülszöveget, hát nem lesz egy egyszerű történet. Ezt is 2023-ban aztán ki talán azt mondja, hogy igen, 2023-as. <kül> Nagy Máté Nádja illusztrálta és a borító képet festette. Az az igazság, hogy ezt egy olyan anya írta, akinek a másfél éves gyermeke hunyt el méghozzá valamilyen kórházi fertőzésben. És ahogy a fűszöveget olvastam, már megfacsarodott a szívem, úgyhogy igen, ezért, ezért óckodom egy picit a történetet, de el fogom olvasni, mert néha szerintem ilyenre is szükségünk van, hogy belelássunk dolgokba. Nem lesz Biztos egy felemelő történet, nem lesz humoros, nem lesz uh, végjátékszerű, hanem nagyon komoly drámai uh, történetnek lehetünk tanulni, egy anya érzéseivel, gondolom a lelkismereti küzdéseivel, a gyereknek a, a, az addigi kis életével. Úgyhogy uh, hát na már most facsadélik a szívem, de ezt is kaptam, és el fogom olvasni, Kíváncsi leszek, hogy mennyire szól ez a gyászfeldolgozásról, mennyire szól önmagáról, mennyire szól magáról a helyzetről, és hogy hogy írja le egy anya ezt. Megmondom, őszinte a szerzőről még nem hallottam, de most, amikor elmentem, láttam, hogy ez már a sokadik megjelent könyve. Úgyhogy nem egy első kötetes szerzőről van szó, valószínűleg nagyon szép ábrázolások lesznek benne. Meglátjuk meglátjuk, egy kicsit tartok tőle, de, de, el fogom olvasni mindenképpen. Aztán majd el fogom mondani nektek, hogy mit olvastam tulajdonképpen, és hogy bátorítsak csak -e erre ö, olyat is, aki esetleg azok szerencsések közé tartozik, mint én, és hogy ilyet nem élt át. Hát ennyi lett volna már ez a videó, viszont még annyira, ha itt maradtatok velem, elmondanám, hogy a jövő héten túltengés lesz a csatornán, hiszen hétfőn lesz egy videónk, egy interjúnk Léda írónővel, aki hát rengeteg könyvet írt már, egyszerűen egy fantasztikus írónő, és sikerült vele egyeztetni egy interjút. Aztán Szerdán a Sárkány Szív könyvklub e havi olvasmányait fogjuk feldolgozni, megint csak barátnőmmel, illetve a harmadik pedig pénteken Cserháti Éva krimi szerzővel fogunk beszélgetni, úgyhogy jobbnál jobb nevek jönnek itt sorba, és nagyon-nagyon várom ezeket a beszélgetéseket és interjúkat, vagy hát interjú szerűségeket, még mindig azt szoktam mondani, hogy ez nem interjú, hanem egy ilyen kötetlen beszélgetés, mert semmilyen semmilyen vezérfonala nincs a dolognak, hát persze alapvetések mindenhol a könyv és az írás és a, a, a történeteik a szerzőknek, de, és igazából teljesen szabad a pálya, várunk benneteket sok szeretettel. Resi-nak hát ilyen fantasy sorozata van, a boszorkányos sorozata, illetve van egy ö, krimi trillere, és van már egy történelmi romantikusa is, úgyhogy ő elég sokféle ö, keresem a szavakat, de elég sokféle műfajban alkotott. Cserhát Éva pedig ugye a krimiket írja, nagy bűszen, hála a jó Istenek, reméljük még nagyon sokáig fogja ezt tenni, illetve hát a Sárkány Szív könyvklub pedig a romantika kedvelőinek a javallott, úgyhogy tényleg elég sok mindent lefedünk most szerintem, úgyhogy várunk benneteket sok-sok szeretettel, jó hétvégét erre a kis maradékra, erre a kis közel mondjuk úgy délutára, vigyázzatok magatokra, olvassatok, amennyi jó lesik, és remélem, legközelebb is találkozunk. Sziasztok!